Ebben a 4200 négyzetméteres csarnokban kapott helyet a sütőüzem. A hagyományos pékipari gépek mellett található egy 18 méter hosszúságú alagút kemence is, melyel óránként 800 kg kenyeret tud majd sütni az itt dolgozó 25 elítélt, de kiflit és zsemlét is lehet készíteni benne. Az Anna Majori mezőgazdasági és kereskedelmi Kft.-nek nem ez az egyetlen üzeme, melyben elítélteket foglalkoztatnak. A cég egyebek mellett állattenyésztéssel, tejtermeléssel és kertészeti tevékenységgel is foglalkozik. Ezeknek köszönhetően csökkenteni tudják a fogvatartotti költségeket is. Egyrészt ugye van egy olyan fajta szabályozás is, hogy a dolgozó fogvatartottak úgynevezett tartási költséget fizetnek, ezáltal pénzt kap a költségvetés. Másrészt, ha saját magunknak állítjuk elő a termékeket, akkor az olcsóbb lesz, hatékonyabban tudjuk felhasználni. Harmadrészt pedig esetleges nyereséges tevékenységeinket további fejlesztésekre tudjuk fordítani. A Fejér megyei közgyűlés alelnöke üdvözli az üzem létrejöttét. Pleiser Lajos bízik abban, hogy lesz még ehhez hasonló beruházás, hiszen azzal, hogy az elítélteknek munkát adnak, segíteni tudják a társadalomba való beilleszkedésüket. A fogvatartott az ugyanolyan ember, mint a másik. Megtévedt, lehet, hogy saját hibájából, lehet, hogy a körülmények miatt, de leírni semmiképpen nem szabad. Na most, hogyha munkát kap, ha képzést kap, akkor ő is érzi azt, hogy a társadalom nem mondott le róla. Visszavárja, és lehet, nem olyan emberként, mint ahogy bekerült. Erre ad lehetőséget, vagy adhat lehetőséget ez az üzem is. Dr. Pintér Sándor nyitotta meg a pékséget. Mint azt a belügyminiszter mondja, az üzem megnyitásával a kormányprogram egyik célállomásához érkeztek. A kormányprogram egyik része volt a büntetés végrehajtási intézetekben elítélteknek a foglalkoztatása. 17 ezer emberről van szó, akinek nem volt korábban kötelező munkát végeznie, a társadalom eltartotta a jelentős részüket. Mi meggyőződésünk szerint ezeknek az embereknek saját magukról gondoskodni kell minimum, és hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a fogvatartás körülményeit minél jobban és minél jobbá tudjuk tenni. Az elmúlt egy évben kiépült a büntetés végrehajtás belső ellátási rendszere. Az elítéltek ellátását a saját maguk által megtermelt élelmiszerekkel biztosítják. A 240 millió forintból megvalósult pékség 7 büntetés végrehajtási intézet mintegy 7000 elítéltjét látja el ezentúl Pékáruval.